A Makói Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda pályázati forrásból nyílt meg 2014-ben a Makói járásban. A projekt 125 milliós fejlesztésből valósult meg, melynek keretében kialakításra került egy egészségfejlesztési iroda, valamint elindultak az egészség megelőző programok, előadások, testmozgásra ösztönző események. Mindezek mellett egy szűrő turné is az útjára indult, minden kis településen és Makó városában is voltak kihelyezett szűrések. A projekt uniós forrásból támogatott része lezárult, ám az iroda maradt és a prevenciós programok is folytatódnak. Most már nem uniós forrásból, hanem állami támogatással fog tovább működni. Ugyanúgy elérhetők a kollégáim az egészségfejlesztési irodába, helybe történnek ugyanazok a vizsgálatok, illetve szűrések, egészség, életmód támogató előadások, illetve szaktanácsadás továbbra is folyik, illetve az elindult programok, például a testsúlycsökkentő programunk az még továbbra is tart, illetve még ennek a lezárása az később fog történni. A makói járás populációjának több mint 10%-a jelent meg a szűrővizsgálatokon. A lakosság sokféle tájékoztatást kapott az egészség megőrzésével kapcsolatban. Például segítettek káros szenvedélyek leszokásában, szemléletet kaptak az itt élők az egészséges táplálkozásról, különféle mozgásfajtákról. Ezeken a vizsgálatokon fényderült rossz indulatú betegségekre is, például prosztatarákra és emlődaganatra. Ez utóbbi azért is fontos különösen, mert az emlődaganatok szűrésében a statisztikai adatok alapján igen riasztóak a makói adatok. A mammográfia területén valóban elmaradottak voltunk, ugye az EFE irodának a segítségével most azért jelentősen megnőtt az átszűrtek aránya, de azért még van hová fejlődnünk, tehát ilyen 5-26%-ról indultunk, és hát az elvárható az mindenféleképpen az 50% feletti átszűrtség az volna a kívánatos. Az emlőrák szűréseket segíti egy másik uniós támogatás, melynek keretében új digitális mammográfiás röntgengép került beszerzésre a Makói Kórház radiológiai osztályára, valamint a szűrőbuszra, amely a kisebb településeken végzi a szűréseket a tavasztól őszig tartó időszakban.